most azt hiszed, hogy jól nézel ki, mert jól nézel ki. Mert egy 750-es BMW az jól néz ki, különösen, hogyha a dízel és négykerék meghajtásos is van benne, 750 Nm, meg 380 akárhány lóerő, de van benne csalafintaság is, mert ez nem egy 5000 köbcentis dízelautó, ez egy 3000 köbcentis dízelautó. De 10 év múlva már nem lesz ilyen szép az egész. Ahogy senki nem fogja már elvinni márkaszervizbe, és egy forintot sem fog rá költeni. Így hát 10 év múlva ezt az autót olcsóbb meg lehet venni, és akkor lesz egy igazi beteg ágy. De addig viszont egy zseniális autó. Több mint tökéletes. Bőr, full, fa, digit. Öcsém, még az alja is ki van bőrözve, hallod? Ez az autó jelenleg most 30 millió forint. 30 millió forint, én egy lakást vennék inkább, de ennek az autónak a legnagyobb problémája az értékvesztés, az avulás. Ez az autó most 30 millió forint, vagy már nem, mert kitolták magából a szalomból, így az első évben egy jelentéktelen 30%-ot fog ledobni a kis árából. Ez nem kevesebb, mint 9 millió forint. Ami azt jelenti, hogy lényegében 20 forint. Percenként. És még egy perc, és még egy perc, és még egy perc, és még egy perc. Na, befizetek 5 percet, öcsém. Úr vagyok. Az értékvesztésen kívül még ott van a súlyadó. Ott van a kötelező biztosítás, ott vannak a kötelező szervizek. A tisztelt tulajdonos egy kicsikét meghajkulja ezt a 3000-es igényes dízelmotort, és valamit benne mondjuk esetleg elszáll, akkor a szerviz egy olyan számlát küld neki, édesöcsém, hogy attól még a jól menő üzleti vállalkozónak a bajsza is leesik a feje tetejéről. Navigációs rendszer, tolatókamera, szervó 1.750.000 forint. Díszítőbetétek belső térbe kerámiából 181.000 forint. Dohányzócsomag 16.500 forint. Öcsém, 16.500 forintért egy hamutartó, megőrülök. DVD-váltó 200 esetén fűthető, szellőztethető, fingyelszívó ülések, bőrből, bőrözött alsó rész, kipufogódó aranyból és egyáltalán Carpit BMW Individual Alcantara tetőkárpit, Alcantara, színben, BMW indítási, előbb, elektromos, deréktám, nappalítási lehetőségek, komfortülés hátul, fűthető. A Bodnár utca 72-ben, hogy tudja, hogy kihez megyünk, amikor. Majd, ha keres a feleségem őnagysága, akkor mondja neki azt, hogy egyeztetek, utána pedig a miniszterelnök hivatalban legyen kedves. De gyorsan. Ezt az autót olyan érzés vezetni, mintha egy ilyen sugárhajtóművel szerelt járművet, vagy repülőt vezetnénk, futóművet, teljesen jó, kivassal minden úthibát, és olyan teljesítmény, tolóerő, többlet van benne, hogy hát egyszerűen lehetetlen. Annyiféle gomb van rajta, hogy ehhez már egy OK-s képzést kell, hogy az ember elinduljon, csak egy hétvégi palatoni kirándulás. Hát azért ezek a kirgiz, kazak, türkmén mérnökök nagyon megkonstruálták ezt az autót. Szeretnél nézni? Na. Nagyon durva. 750 XD. Mekkora motor van benne? Hát én azt mondanám, hogy egy 4000-es. 3000-es. 3000-es, ugyanaz van benne? Igen. Ilyen első ránézése. Tetszik-e önnek? Hát, ha ingyen adják, akkor tetszik. Mennyi? 30 millió forint. 30? Bizony. Ajjaj. Bőrfulfa digit. Automata gondolom. Aztán 3000 köpcenti. 3000 köpcenti. Soros 6 hengeres. Akkor még egy kis... Feltöltős gondolom. Így van. Hány turbó van benne? Hát biztos kettő. Nem, hát 381 lóerőt tud, és 740 Nm-t. Oh. Mit gondol, ez az autó milyen autó? Audi, Merci vagy BMW? BMW. Megnézhetem az elejét? BMW. Így van, nagyon jó. A. 20 millió. B. 30 millió. C. 40 millió. 30 millió. Így van, ön és nyert. Köszönjük szépen, hogy válaszolt kérdésünkre, fogadja sok szeretettel ezt az Automagazint, a Sanoma Média ajándékát. Szia, Lórán Barnabás! Király Károly, szervusz! Szevasz, Karcsi! Szia, hát te ki vagy? Ő is a Karcsi, fogja vele kezdet! Karcsi, adj egy pocsi! Jaj, köszönjük, Karcsi! Karcsi, szerinted ez milyen autó? 3000-es, sorhatos. Bizony. Hát akkor miért hívják 750-esnek? 750-es és 3000-es motoron benne? 3000-es, sorhatos. Ilyet még nem hallottam. 3000 köbcenti, sorhat. 750-es és 3000-es. Neked milyen volt 730D. És vettél belőle egy házat? Kérlek szépen, igen. A háznak egy tizedét vettem belőle. Nem, BMW-sek vagyok. BMW-sek vagyok. Azt mondja, neki is az. Igen. Ez autó.